Ünnepélyes keretek között adták át az új munkásszállót Dunaföldváron. Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője, dr. Horváth Kálmán, kormány megbízott, Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere, és Varga Lajos, építető üzemeltető vágta át a szallagot az ünnepélyes avaton. 2020. januárjában az Innovációs és Technológiai Minisztérium hirdette meg ezt a pályázati lehetőséget, aminek az a rövid lényege, hogy önkormányzatok, egyéb társulások, illetve cégek munkásszálló programban lehetnek részt, visszanemtérítendő támogatást lehetett igényelni. 2010 óta a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy részben a Fidesz választási ígéretét is betartva 10 év alatt körülbelül 1 millió munkanélkülének próbáljon segíteni abban, hogy munkát találjanak. És én azt gondolom, hogy maga ez az elhatározás is egy nagyon fontos dolog, egyébként belátható, hogy sikeres is volt. De ami ennél fontosabb, hogy a kormány törekszik arra, hogy egy minőségi szolgáltatást is kapjanak a dolgozók. Én azt gondolom, hogy a mai időszakban, amikor az embereknek nem csak a munkahelyen, hanem a megélhetéssel kapcsolatban is komoly elvárásai vannak, és egy olyan vidékre jönnek dolgozni, ahol egyébként még mindig van jóképességű munkaerőre igény, akkor ez egy nagyon fontos dolog, hogy jó minőségű szállásban is legyen részük. A munkásszálló nem egészen egy év alatt készült el Dunaföldváron, a Hunyadi Parkban, azaz a volt orosz laktanyában. 70%-ban állami támogatásból valósult meg a 120 férőhelyes, a kor színvonalának megfelelő igényes munkásszálló. Utoljára itt a 80-as években foglalkozott Magyarország munkásszálló építésével, aztán talán a rendszerváltás alkonyán ugye a munkaerőhelyzet, munkáskézre való szükség, minden ezeket tulajdonképpen egy-két helyet kivéve szükségtelenné tette ezeket a szállásokat. Aztán hál' Istennek bekövetkezett most az a időszak, ami egy 3 éve jelentett meg az első pályázatok ezzel kapcsolatban, hogy az állam támogatja újra a munkásszállók építését. Aránylag elég jó intenzitással, ugye ez is 70%-os intenzitással valósult meg. Ez azt jelenti, hogy ugye mégiscsak szükség van a munkaerőre, a munkaerő nem ott lakik, ahol adott esetben fölmerül a foglalkoztatás helyszíne. Befolyása lehet abból, hogy ez a 120 fővel meg legyen töltve a szállás, és ugye a Paks az 30, az erőmű 31 kilométerre, de van, ami csak 1-2 kilométerre, de Dunói város is pár 10 kilométerre van, tehát biztos vagyok benne, hogy a szükséges foglalkoztatás ugye ma dinamikusan emelkedik, a valaha volt legnagyobb számok jönnek ki a foglalkoztatásból, ezt a tendenciát a kormány fektetett bele az elmúlt időszakba, gazdaságélénkítésbe annyi pénzt, ami be fog érni véleményünk szerint, hisz itt akár Dunaföldváron is, nem csak ez a két üzem megkapcsolatban, hanem gabona, malom, ipar is kapott támogatást a régióba, Paks, akkor Simontornyán is, Tamásiba is, ott is több cég jutott támogatáshoz. Ezek mind munkaerőt igénylő beruházások, minden az volt a feltétel, hogy lehetőleg erősítsük meg, de ugyanúgy, ha kifelejtettem én, hogy itt Tolnán is, Szekszárdon is, Szijjártó Péter jelenlétében adtuk át ezeket a támogatókiratokat, nem egy 3 hónap, és ugye ezeknek a támogatókiratoknak az volt az egyik legfontosabb elem, hogy a pénz tulajdonképpen már ott van a vállalkozásoknál. Dunaföldváron a kétszintes munkásszálló emeletén 23, a földszinten pedig 18, 2-3-4 ágyas lakrészt építettek saját vízes blokkal, hűtővel, tévével, internetcsatlakozással felszerelve. Emeletenként konyha, ebédlő és mosókonyha lett kialakítva. Az épületrészhez tartozik egy 1250 négyzetméteres, 41 férőhelyes önálló parkoló is. Egy forintért megkapott ingatlanból, amit a akkori államtól kaptunk meg, és ezt az orosz laktanyát megkaptuk, és mondjam azt, hogy ez egy romhalmaz volt. Bocsássatok meg, a térképen ez egy fehér folt volt, nem volt semmi.
katonai ingatlan volt, azt se tudtuk, hogy mi van. És ott ült két fiatalember, de az egyik a Lajos volt, és volt bennük hit, bátorság és szakmai tudás, és azt mondták, hogy igen, vágjatok bele, és belevágunk. És mi lett az eredménye? Ha itt körülnézünk, lakások épültek, van itt egy idősek otthon a bentlakásos, és van itt bolt, ipari park, és hagyd ne soroljam. Ez az egyik alkotója és születője, az a Lajosnak a fejéből pattant ki, és itt szeretném megköszönni azt az elmúlt munkát, ami 1998 óta idáig vezetett. A hiánypótló beruházás Dunaföldváron a gazdaság élénkítést is szolgálja.